Bese atya pontosan erre játszott rá, tehát hogy ő volt az, aki a hit kérdését és a politika kérdését annyira szorosan kapcsolta össze, hogy az már teljesen túlmenjen a racionalitáson. Posztmodern hibrid volt az, hogyha megnéz az ember egy interjút, akkor olyan tényleg, mintha nem tudom, Németh Szilárdot hallaná Bibliát olvasva. Egy olyan családról beszélünk, amiről a helyi roma önkormányzat elnöke is úgy fogalmazott a Magyar Hangnak, hogy hát ilyen börtönből ki börtönbe be család. Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, én Katona Marian vagyok, a Magyar Hang munkatársa. Megjelent a legfrissebb Magyar Hang, újra megszólal az újság, vagyis jön a szokásos lapajánló. Hamarosan Tompos Ádám is itt lesz velem, és vele beszélgetünk majd a cím Love Story-nkról, Bese Gergő atyáról, de nem is elsősorban a magánéletéről, hanem kétes ingatlan ügyeiről, mert mint kiderült, olyanok is vannak. De szóba kerül majd egy másik téma is, egy 14 éves fiú eset, akit köröznek, mégpedig a rendőrségi körözés emberölésről szólt. Ismétlem 14 éves, de a helyzet egyébként nem ilyen egyszerű, szóval érdemes lesz velünk tartani. De még mindenek előtt azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, hogy ne maradjanak le egyetlen műsorunkról, vagy pedig új videónkról sem, illetve nyilván arra is bíztatunk mindenkit, hogy vegye meg a Magyar Hangot, ha pedig tetszik, akkor fizessen is előre, hiszen mi addig tudjuk az újságot elkészíteni, addig tudjuk a műsorainkat is elkészíteni, addig vannak olvasóink és előfizetőink. És akkor az újság szeptember 13-a péntektől kapható a legfrissebb Magyar Hanga, címlapon pedig tehát Bese Gergő. Erről ugye hamarosan részleteiben is fogunk beszélni, de egy másik cikkben, riportban is foglalkozunk vele. Grimm Balázs ugyanis Dunavecsén járt, ahol ő pap volt, és a helyieket kérdezte, hogy miként viszonyulnak most Bese Gergőhöz. Hát többféle véleménnyel, igen érdekes meglátásokkal is találkozott, és volt közte nyomdafestéket nem tűrő vélemény is. Ezeket mind elolvashatják a labban. Egy kicsit távolodjunk el ettől az ügytől. Hutter Marianna ugyanis Kis Ambrus főpolgármester helyettessel készített interjút. Őt Karácsony Gergely legfőbb bizalmasának tartják, és róla mondta azt Magyar Péter, hogy nem fogják támogatni, hogy ismét helyettes legyen. Természetesen megkérdeztük erről, de arról is, hogy ő miként viszonyulna, hogy Budapest majd olimpiát rendezzen. Ettől ugye most már a főpolgármester sem zárkozik el látszólag. De szóba kerül még a letartóztatott óbudai polgármester Kis László esete is, hogy szerinte kellene új választást tartani. Szóval sok mindenről beszél, a válaszait megtalálják a labban. Álmos Péterrel, a Magyar Orvosi Kamara elnökével is készült interjú. Bodac Péter beszélgetett vele, és nyilván szóba került a sláger téma, kórházakban a kánikula, még ha most ez talán már nem is annyira a hétköznapok része, de azért nyilván lesz még meleg. De megkérdezte Takács Péter egészségügyi államtitkár különféle nyilatkozatairól is. Ő talán most a Magyar Péterrel vívott csatája miatt ismerte meg az ország, de szóba kerülnek az egészségügy strukturális problémái is. Részletek a Magyar Hangban. Facsinai Kinga és Hajdú Péter egy egész oldalas összeállításban foglalkozik Matolcsy Györggyel és a gazdasággal, pláne azok után, hogy Orbán Viktor miniszterelnök élesen nekiment a jegybank elnöknek, mennyire kockázatos a miniszterelnök elképzelése egy új gazdasági csúcsvezetésről, és mire lehet számítani a Nemzeti Bank új elnökétől, ez mind kiderül a cikkből. A lapajánló végén pedig a szokásos publicisztikánk, talán nem meglepő, hogy Bese Gergővel számos írás foglalkozik, a plébánusz ügy az illiberális hatalom erkölcsi integritásának tükre. Ez Puzsér Robert publicisztikájának a címe, de Reiherte Jánost is ez a téma iklette meg. Lakner Zoltán is új írásra jelentkezik, Osztogatás adósságból címmel. De írt még ezúttal is természetesen Szerető Szabolcs, Dévényi István, vagy éppen Lányi András is. Az ő publicisztikáikat és sok más szerző cikkét is megtalálják a Magyar Hangban. Most pedig folytassuk a vendéggel. És akkor itt is vagyunk Tompos Ádámmal. Szia, köszönöm, hogy eljöttél. Köszönöm a meghívást, és üdvözlöm a hallgatókat, olvasókat. Több cikket is írtál a legfrissebb újságban, de a címlap sztorinkkal kezdünk, ez pedig mi más lenne, mint a hét egyik legforróbb témája, Bese atya, Bese Gergő ügye. Azt hiszem, ma már mindenki ismeri az ő nevét, őt ugye korábban a NER sztárpapjaként is emlegették, illetve ismert róla az is, hogy nyilvános megszólalásaiban, hát finoman szólva is hergelt a úgynevezett meleg lobby, vagy meleg propaganda ellen. Na most ugye minden mellett kiderült, hogy ő is meleg. Sőt,
nem csak hogy meleg, hanem meleg orgiákra is járt, sőt, még erről felvétel is készült. Tehát, hogy talán ez az, amit ma már mindenki tud. Viszont mi nem is elsősorban a magánéletével foglalkoztunk a legfrissebb lapszámban, hanem egy, hát egy gazdasági jellegű történettel. Igen, ezt Lukács Csaba lapigazgatónk írta ezt a cikket, aki objektív okokból nem tud most vendégeskedni ebben a podcastben. Bese Gergő atya egy létező jelenséget, hogy mondhatom így, lovagolt meg azzal a gazdasági jellegű történettel. Nem használom a bűncselekmény szót, mert ez nem feltétlenül illegális. Van egy olyan oldala, amennyiben tud illegális is lenni ez a fajta tevékenység, de valójában ez igazából immorális, tehát egy nagyon-nagyon moralitással ellentétes cselekedet, ami azért egy paptól finoman szólva is visszás. Miről is van szó? Arról, hogy feltételezhetően egy idős híve ráiratta a lakását, amin ő nagyon gyorsan túl is adott. Ráiratta, ez ugye a végrendeletében, tehát hogy az idős asszonyról van szó, ugye elhalálozott már. Igen, és ez az, amit nem Bese Gergő atyánál hallottam először, szerte az országban felekezeteken túlívelően, tehát hogy ez nem a katolikus egyháznak a belügye, ez sajnos minden egyházban jelen van ez a jelenség, és annyiban unorthodox lesz ez a lapajánló, hogy megelőlegezzük a következő lapajánlót, én ott bővebben ennek a jelenségnek a mechanizmusáról fogok írni, arról, hogy mi az, amivel egyrésztről a bűvkörükbe tudnak kerülni ezek az idős kiszolgáltatott emberek úgy, hogy adott esetben vagy a gyülekezetre, vagy akár mint természetes személyre, a lelkészre, plébánosra iratják a lakást. A másik pedig az, hogy ez így önmagában sem feltétlenül egy fekete-fehér jelenség, mert nagyon sok helyen hallottam arról is például, hogy ezeket a adott esetben vagyontárgyakat, tehát nem feltétlenül ingatlanokat, hanem ingóságokat is, vagy nem csak lakásokat, házakat, hanem például termőföldeket is az egyház megörököl, adott esetben tud jó gazdaként is bánni vele. De hát sajnos az is egy jellemző dolog, hogy rossz gazdaként is. Hát Bese Gergő nem volt jobb ebben a tekintetben, mint az egyháznak számos híve, hanem ő is fölült erre a hullámra, úgymond. Igen, itt egyébként azt is hozzá kell tenni, hogy nem csak a levegőbe beszélünk, tehát hogy meg is találtunk egy bizonyos lakáshoz tartozó tulajdoni lapot, amin nagyon érdekes információk is szerepelnek. Ezt egyébként anonimizálva természetesen, de közé tettük a legfrissebb lapszámunkban, meg hát le is írjuk, hogy mi ez a történet. Ott ugye a részleteket ott találják meg, de van ugye szó egy másik ingatlanról is. Igen, van egy medjugorjai zarándokházról is szó, ami az biztos, hogy moralitás szempontjából semmiképpen sem fest jól az, ahogyan ő működtetett ott egy zarándokszállást. Természetesen mindenről megkérdeztük magát, Bese atyát is. Egyrészt arról, hogy hogyan jutott ezekhez az ingatlanokhoz, miből fizette, hogyha ő fizette, vagy egyáltalán miként jutott hozzájuk. Nos, hogy ő válaszolta, az szintén kiderül az újságból, azért itt nem árulunk el most mindent. De azért könnyen kitalálható. Így van, akkor mégiscsak elárultunk nagyon sok mindent. De lépjünk is ki egy kicsit így konkrétan Bese agyaügyéből, és akkor beszéljünk egy picit nagyobban erre, mert te utaltál, hogy foglalkozol, vagy foglalkozni fogsz ezzel a témával. Tehát, hogy veszünk egy olyan helyzetet, hogy van egy pap, vagy egy plébános, ugye vannak a hívek körülötte, akik jó eséllyel, vagy sok esetben már idős emberek, és hogyha mondjuk az adott embernek nincs hozzátartozója, nincs örököse, akkor amennyiben ő meghal, a tulajdon az államra száll. Tehát innentől kezdve az egyháznak igazából az, hogy ő azt mondja, hogy jaj, ne hagyjuk az államra a kedves valamilyen néni vagy bácsi, hanem jobb helye lesz ennek az egyháznál. Ez szerinted problémás, vagy ez felvet problémát? Az is felvet problémákat, hogy sok esetben kiderül, hogy van örökös igazából. Ez egy társadalmi folyamatra való reakció. Amiket én hallottam, jellemzően ugye én az ország szegletéből kérdezősködtem, ahol óriási az elvándorlás. És az elvándorlás az egyik okozója ennek a jelenségnek. Külföldre, fővárosba költöznek a fiatalok, ott maradnak egyedül az öregek, és az elértéktelenedett, az ő általuk egyébként joggal elértéktelenednek gondolt lakásra azt mondják, hogy hát ide úgysem fognak már visszajönni a fiatalok, az atya úgyis itt lesz, legyen az övé, legyen a gyülekezeté.
Az egyháznál meg azért jó, hogyha marad, adott esetben is az is tud egy nagyon erős érv lenni, hogy maradjon, mert ott mégiscsak helyben marad, tehát helyben lesz gazdája ennek az ingatlannak. Az állam ezeken a szegény vidékeken az egy ilyen nagyon absztrakt, nagyon távoli fogalom, és egyáltalán nem biztos, hogy úgy fogják hasznosítani, hogy abból bármi lesz később. Az egyház tudja azt mondani, hogy igen, itt mi majd befogjuk erre-arra a célra, és tényleg a helyzet az, hogy látni erre jó példákat, de hát, mint említettem, sajnos rosszakat is. Tehát hallani olyanokról is például, hogy ha nem is kimondottan ingatlan ügynökségként működik már egy-egy parókia vagy plébánia, de feltűnően sok lakása van egy-egy papnak, vagy egy ilyen egyházi kerületnek, és ez azért ez fölvet kérdéseket. Tehát nem feltétlenül lesz már ez sem olyan jó hívószó a hívek felé, hogy a lelki gazdagságot hirdető, vagy arra hangsúlyt helyező egyházak, nagyon is látszik az, hogy a földi gazdagságot sem vetik meg, és akkor még nagyon finoman fogalmaztam. Amit mindenképpen szeretnék még a Besegergő atya kapcsán elmondani, hogy van egy riportunk is, ezt ugye Grimm Balázs kollégánk írta, ő elment Dunavecsére, lényegében azokban a napokban szinte ahogy ez a botrány kipattant. Ez mindig nagyon jó egyébként, ez egy ilyen háttértitok, hogyha később is jelenik meg a cikk, de akkor, amikor egy ügy kipattan, akkor nagyon jó az azonnali reakciókat begyűjteni egy adott közösségből, és nagyon-nagyon beszédes az, ahogy a dunavecseriek állnak ehhez a kérdéshez. Az is például, hogy vannak, akik védik, vagy legalábbis próbálják Bese atyát, egyszerűen nem hiszik el róla azt, hogy ő ilyenekben részt vett. Ez is mutatja azt, hogy hát, hogy a hitnek, az érzelmi kérdésnek, és itt jön a politika bele, hogy Bese atya pontosan erre játszott rá, tehát, hogy ő volt az, aki a hit kérdését és a politika kérdését annyira szorosan kapcsolta össze, hogy az már teljesen túlmenjen a racionalitáson. És Balázs riportjából az egyik fajta reakció az pontosan ez, hogy egyszerűen annyira szoros kötelék alakult ki a hívek és az atya körül, hogy egyszerűen nem hiszik el azt, amiről hát ugye felvétel is van. Ez az egyik fele, az egyik fajta reakció. A másik fajta reakció pedig az, hogy beszél egy fiatalember Balázsnak arról, hogy akkor mi lesz most azzal az ő nagymamájának a végszentségével, akit egy ilyen hát tisztátalan, az ő felfogása szerint tisztátalan életet élő ember temetett el, mi lesz azokkal a szavakkal, azokkal az imákkal, hogy az érvénytelen lesz. És ilyenkor ugye, ilyenkor jön az, amikor a mémekben látjuk, hogy na vajon akkor a Pesti srácok szerkesztőségét, vagy a Karmelita kolostort újra fogják-e szentelni, mert ugye Bese atya volt az, aki itt ebben a politikai felvilágban nagyon-nagyon otthonosan mozgott. Maradjunk itt egy picit, már említetted ugye a politikánál. Azt azért nagyjából sejthetjük, vagy láthatjuk, hogy Bese Gergő ugye miként hat az egyházra, hát nyilván nem jól, és ráadásul, hogy itt kicsit visszamegyünk az időben, és a kegyelmi ügyet veszük, igen, az a reformátusoknál volt, ez pedig a katolikusoknál, de hát, hogy az egyházzal kapcsolatban mostában nem nagyon jók a hírek. Tehát, hogy azt látjuk, hogy az egyházra negatívan hathat, vajon visszaüthet mindez a kormánypártra is? Egészen biztos. Tehát, ha nagyon-nagyon távolról nézem ezt a két ügyet, akkor mind a mellett, hogy valamilyen szinten megjelenik benne az egyházak szempontjából mindenképpen kínos szexualitás mindkét ügyben, illetve megjelenik az, hogy mind a két sztorinak a gyökere azért az mégiscsak az, hogy túl szorosan összefonódott két történelmi egyház a magyar állammal, pontosabban még csak nem is az állammal, hanem a kormányzattal és a pártpolitikával. És kimondottan a pártpolitikával. Hát ugye Balogh Zoltán, ő a Fidesz pártalapítványának volt az első számú embere sokáig, majd nem sokkal azután, hogy gyakorlatilag szünet nélkül ő lett az egyik legbefolyásosabb református püspök. Még miniszter is volt azért, és felejtsük el. Mint egy mellesleg, igen, hát látva a területeket, amiket ő felügyelt, ott valóban mellesleg volt miniszter. Bese Gergő atya esetében ugye más, tehát ő az egyházi hierarchiában messze nem jutott olyan magas szintre, mint Balogh Zoltán, tehát ő egy dunavecsei plébános volt, de a Fidesz nyilvánosságában ő tényleg egyfajta ilyen sztárpapként nyilvánult meg. Tehát, hogyha jól jött a Fidesznek bármikor az, hogy valaki reverendában mondja föl azt a politikai agendát, amit adott esetben ő kiegészített két-három biblia idézettel,
akkor Bese Gergő atya gyakorlatilag azonnal ugrott, és tökéletesen összemosta. Tehát tényleg egy ilyen nagyon posztmodern hibrid volt az, hogyha megnéz az ember egy interjút, akkor olyan tényleg, mintha nem tudom, Németh Szilárdot hallaná Bibliát olvasva. És ez óhatatlanul is visszafog ütni a kormánypártokra, hiszen Orbán Viktor ugyan most nem abban van, mint pár évvel ezelőtt, amikor ugye a régi módi keresztény demokráciának a mindenhatóságát hirdette meg, de a keresztény gyökerekre való hivatkozás, ugye akár a migráns ügyben, akár az ilyen közéleti gumicsontok bedobása, hogy a keresztet rakunk a Gellért-hegyi szabadságszoborra, és akkor aszerint osztjuk meg a közéleti tábort, hogy ki van mellette, ki van ellene, semmiképpen sem jön jól egy ennyire kínos ügy. Hát ugyanakkor viszont nem lehet ez, amit pont már itt te is jeleztél Green Balázs Dunavecsei riportja kapcsán, hogy akik igazán elkötelezettek, és igazán hisznek a Fideszben, mert ugye már lehet alapvetően erről beszélni, ők nem fogják elhinni egyszerűen. Tehát, hogy róluk ez lepereg, mert azt gondolják majd, hogy ez a ballipsi oldal hazugsága. Igen, látunk is ilyeneket, hogy valaki mondta, hogy a mesterséges intelligencia állította elő ezeket az ügyeket. Én nem gondolnám, hogy ez győzni fog. Tehát szerintem az álláspont lesz majd többségben, akik nagyon-nagyon helyeseltek és megkönnyebbültek, amikor Bese Gergőnek a különböző fotói és különböző cikkei, interjúi a kormánypárti felületekről egyszer csak úgy eltűntek, mintha soha nem is lettek volna. Én szerintem ez az álláspont fog győzni, és ami számomra még nagyon-nagyon érdekes volt ebben az ügyben is, és csak tippelni tudom, hogy mi lehetett az oka, hogy mennyire rosszul kezelte ezt a kommunikációs szempontból a kormánypárt ezt az ügyet. Nem is tudom, egy héttel előtte volt a Györfi Balázs ügye, ahol ugye az történt, hogy a friss EP képviselő megütött egy lányt, egy hölgyet, és másnap úgy lemondott, hogy gyakorlatilag teljesen eltűnt a nyilvánosságból, majd a Fidesz gyakorlatilag influencerestül, véleményvezérestül azonnal áttolta az egészet az ellenzék oldalára. Egészen profi és egészen félelmetes hatékonysággal működött ez a gépezet. Megjegyzem egyébként Szájer József esetében is. Tehát ott is ugye az volt, hogy lebukott, és azonnal eltüntették, mondták, hogy készül, nincs velünk. És itt most volt egy nagyon nagy bénázás. Eltüntetjük ezeket a ilyen nagyon feltűnően ezeket a képeket, de közben meg tud jelenni az a fajta narratíva is, hogy a mesterséges intelligencia állította elő ezeket a felvételeket, és közben meg hivatalosan semmit nem mond a kormány napokig erről, a kormányzati propaganda termékekben pedig napokig nincs erről semmi. Ilyenkor mi történik? Hát bizony a Fidesz lapok olvasói is elkezdenek független sajtótermékeket olvasni, ahol megtudnak olyan dolgokat, amiket bizony korábban ezekből a lapokból hát még véletlenül sem tudtak meg. Az én tippem az, hogy miért fagyott így le az egyébként hatékonyan működő kommunikációs gépezet, az pedig az, hogy egyrészt ezek a gazdasági ügyei Bese Gergő atyának, ezek nagyon-nagyon érzékenyen érintették magát a kormánypártot is, mondom, ez csak tipp, és a másik pedig az, hogy úgy érte őket váratlanul ez a történet, hogy információink szerint azért táboron belül erről volt információjuk, hogy vizsgálat zajlik. Csak nem gondolták, hogy ez ki fog kerülni, és szerintem az lehetett egy kicsit hideg zuhany, hogy ez mégiscsak kiderült. Órákig lehetne még beszélni, mint Bese Gergő ügyéről, mind arról, hogy tényleg akkor ez miként hat a hazai nyilvánosságra, a kormánypártokra, a Fidesz támogatottságára, és hogy tud egyébként belőle profitálni az ellenzék, ugye a korábbi botrányokból nem tudott, de akkor nem is volt tisza, szóval nagyon hosszan lehetne még beszélni, de most akkor ezt itt lezárjuk, tehát, hogy minden részletet megtalálnak a legfrissebb Magyar Hangban. Viszont veled még szeretnék beszélgetni egy másik cikkedről, aminek azért szintén van igen komoly társadalmi hatása vagy kivetülése. Ez pedig egy bizonyos Christopherről szól. Igen, hát annyi műhely titkot elárulnék, hogy Christopher ügyével szó szerint derültékből találkoztam. Egy hajdubihari riportra készültünk, amit most nem árulnék el, mert még szeretném majd a jövőben megcsinálni, viszont már leegyeztettünk minden időpontot a fotós kollégával, hogy hol találkozunk, hol indulunk el, mikor egyszer csak megláttam egy Facebook bejegyzésben, hogy a debreceni törvényszék körözést adott ki emberölés miatt egy 14 éves hajdúhatházi fiúra. Pontosabban nem tudtam akkor még, hogy hajdúhatházi fiú, csak annyit, hogy a hajdúhatházi rendőrkapitányság területén lakik. És akkor mondtam
Vég László kollégámnak, hogy inkább akkor ezt a riportot csináljuk meg Hajdú-Bihar megyében. Ugye itt tényleg az ember eszköztelenül információk hiányában indul el. Persze tudtam Hajdú-Hadház különböző ügyeiről, tudtam azt is, hogy egy sok szegregátummal rendelkező település, láttam a kisfiún azt is, hogy a fotóján, hogy roma származású, de hát semmi egyéb nem volt. Úgyhogy, mint a Gárdista című filmben az amerikai rendőrnyomozó, hogy fotókat mutogatott az ír lakosságnak és csöngetett be házról házra, úgy mentünk végig Hajdú-Hadházon. És egyébként nagyon tanulságos volt már az is, hogy hogyan reagáltak erre a hírre. Tehát az a megdöbbenés, ami az emberek arcára kiült, az nagyon sok mindent elárult. És pontosan az a kettősség volt, ahogy ehhez viszonyultak, ami ezt az ügyet számomra jellemzi. Tehát először is arról van szó, ez később kiderült, tehát ahogy így mentünk végig, úgy állt össze a történet, hogy mi történt. Arról van szó, hogy ez a fiú 2 éve, tehát 12 évesen egy iskolatársával szóváltásba keveredett, majd ennek a szóváltásnak a tetőpontján beletört egy kést az osztálytársába, vagy iskolatársába. Javítóintézetbe került, és ebből a javítóintézetből megszökött. Azt fontos elmondani a hallgatóknak, hogy azon a napon, amikor megjelent a cikk, a körözési fotója lekerült a police.hu oldaláról. Ez arra utalhat, hogy megtalálták őt, nem tudjuk, hogy milyen állapotban, nem tudjuk, hogy milyen körülmények között. Azt én még így gyorsan hozzátenném, hogy nyilvánvalóan, amikor megkapod a válaszokat, akkor a hang.hu oldalon erről be fogunk számolni. Így van természetesen. Visszatérve az ügy kettőségére. Egyfelől arról van szó, hogy szabadon mászkál egy kisfiú, aki tényleg nem tudom szebben mondani, beletört egy kést egy másik gyerekbe. Ez mindenféleképpen egy veszélyhelyzet, egy veszélyes szituáció, hiszen ő tulajdonképpen egy rabnak kellene lennie, életkori okok miatt volt a Hajdú-Böszörményi úti javítóintézetbe. Miközben kormánypárti propagandisták félnek attól, hogy a komplett nyugatra nem merik elküldeni a gyerekeiket, mert hogy ott robbantások történnek, tehát hogy persze Párizstól, nem tudom én, Stockholmig lévő több 10 000 négyzetkilométeren történnek robbantások, addig, ami szűk kis Magyarországunkon is előfordulhat egy ilyen biztonsági kérdés, zárójel bezárva. És egy új zárójel kinyitva, hogy ez egyben gyermekvédelmi kérdés is. Milyen ország az, ahol egy ilyen fiú egy hétig a Hajdú-Bihar megyei rendőrkapitányság nem tudja, hogy hol van. Keresi őt a Hajdú-Hadházi rendőrség, ezt egyébként konkrétan láttuk is, hogy előkapott gázprével bemennek az ő házukba. Keresi őt nyilvánvalóan a debreceni rendőrség is, hiszen ugye Debrecen területén történt az eltűnés. És benne van a történetében az is, hogy ez a fiú 2010-ben született, pontosan abban az évben, amikor a NER megkezdte működését. Született történetesen egy olyan régiójában az országban, amelyik egy nagyon-nagyon Fidesz támogató réteg, és nagyon-nagyon nagy számban szavaznak Hajdú-Hadházon is, meg hát Debrecenben is a Fideszre. Ebben ez a szegénységben felnőtt fiú egy szociális szükséglakásban lakott, amit uniós pénzből felújítottak, de onnan menniük kellett. Utána hosszas húzavona után kaptak egy lakást, ami ugyan jobb, mint ahol laktak, de tulajdonképpen a szociális szférának a látóteréből szinte teljesen kikerültek. Milyen lehetőségei vannak az életben. Egy olyan családról beszélünk, amiről a helyi roma önkormányzat elnöke is úgy fogalmazott a Magyar Hangnak, hogy hát ilyen börtönből kibörtönbe be család. Egy ilyen fiúra, egy ilyen gyermekre az államnak hatványozottan oda kell figyelnie. Egyrészt, hát egyáltalán, hogyha tud róla. Hát igen. Egyrészt azért kell odafigyelnie, hogy ilyen probléma ne fordulhasson elő. Tehát, hogy azért egy ilyen súlyos bűncselekmény elkövetője azért ne mászkáljon szabadlábon. Másrésztről pedig preventíve is lett volna vele dolga, hiszen hogyha odafigyelnek rá, könnyen lehet, hogy ez egy nagyon tehetséges, nagyon ügyes fiú. És hogyha odafigyelnek rá, ha jó oktatást kap, ha egy karizmatikus tanár odafigyel rá, szárnya alá veszi, gondját viseli, akkor lehet, hogy a jövő hídépítő mérnökével van dolgunk, aki adott esetben Hajdú-Hadházról kitörve egy csodálatos példaképe lehet az ottani fiatalságnak, akiknek mondjuk számos problémájuk van abból a helyzetből adódóan, hogy ők egy elég rossz telepen nőnek föl. Eleve mennyi telep van Hajdú-Hadházon, amit ugyancsak rengeteg uniós pénzből fel kellett volna számolni, újabb zárójel bezárva. Tehát, hogy nagyon-nagyon nehéz mit kezdeni ezzel a kérdéssel, mind érzelmileg, mind ilyen közpolitikai érdeklődéssel szemlélve, mert nagyon kétélű
kétélű a dolog, és nem nagyon nehéz azt mondani egyrésztről, hogy persze azonnal hét lakatot rakjanak erre a kisfiúra, meg azt is nagyon nehéz elmondani, hogy hát basszus, miért nem foglalkoztak vele jobban, vagy miért nem figyeltek volna oda rá jobban. Persze, hát nyilvánvalóan ez tehát egy rendkívül komplex probléma, ez az egész helyzet, amiről te most beszéltél, és hát itt azon túl, hogy rengeteg pénz kellene ahhoz, hogy ez valahogy kezelve legyen, azon túl akarat is kellene, a kormányzati akarat, ami most itt közben nem látják a kedves hallgatók, de így bólogatsz, hogy igen, tehát hogy az, ami nagyon hiányzik ebből az egészből. Igen, meg közben látszik az, hogy ugyanúgy, mint Kelet-Magyarországon, Észak-Kelet-Magyarországon számos helyen, tehát számos olyan probléma megszűnt már, ami mondjuk a 2000-es évek végén jellemezte ezt a térséget, tehát hogy munka az idézőjelbe lett olyan, amilyen, meg nem feltétlenül itt lett ebben a térségben, hanem nagyon sokan elutaztak a Dunántúlra, építkezésekre, vagy Budapestre, az építőiparba segédmunkásnak, ami sokkal jobb pénzt eredményezett. Lett egy csomó gyár a környéken, tudták alkalmazni őket adott esetben mezőgazdaságba, de ez csak az egyik fele a problémának, és ezt nem az állam oldotta meg, hanem a piac, úgymond. Az állam annyit segített benne, hogy kevesebb pénzt adott nekik segélyként, és egyszerűen megérte elmenni dolgozni. De, és itt jön a nünük, hogyha ez az építőipar lejjebb megy, akkor bizony megint ott fogjuk találni magunkat, mint a 2000-es évek végén, hogy ott lesz egy nagyon nagy munkanélküli tömeg, és ilyen ügyek egyre sűrűbben fognak érkezni, ami semmi esetre sem jó. Most hát itt kicsit a konkrét riporttól elkanyarodtunk így az egész jelenség felé, de lényeg az, hogy akkor te ott voltál a településen, többekkel beszéltél, ugye a családjával is sikerült beszélni ennek a fiúnak, hogy ők miket mondtak, vagy ők hogyan élik meg ezt az egészet, az kiderül a legfrissebb újságból, úgyhogy akkor Tompos Ádámnak van egy harmadik cikked is, arra most már így időhiányban nem fogunk kitérni, de egyébként az is nagyon érdekes, nyilván keressék azt is a lapban. Úgyhogy Ádám, akkor köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én köszönöm a beszélgetést. Bízom benne, hogy érdekesnek találták a beszélgetést, és sikerült egy kicsit felkeltenünk az érdeklődésüket a legfrissebb Magyar Hang iránt, amely tehát szeptember 13-a péntektől kapható, a címlapján pedig Bese Gergő. Én ismét csak azt kérném, hogyha még nem tették, akkor iratkozzanak fel YouTube csatornánkra, kövessenek minket a Facebookon, van egy hírlevelünk, arra is feliratkozhatnak, illetve olvassák a hang.hu oldalt. Én kollégáim nevében köszönöm a figyelmüket, találkozzunk a jövő héten is. Hangosítunk. A Magyar Hang heti podcastja.